egy pártyi összefogás keretében megszületett az a gondolat, miszerint civilként minél többen támogassák azt a feladatot, amit a katonák és a rendőrök látnak el a határon. Ön is fontosnak tartotta, hogy ezt a kezdeményezést támogassa. Mi lehet ebből a kezdeményezésből? Miért fontos az, hogy a pártyiak vagy a párty környékén élők összefogjanak és szolidaritásukat jelezzék a katonák, valamint a rendőrök felé? Nos, hát ez nem itt pártyon született meg ez a gondolat, hanem ha jól emlékszem, akkor már talán a nyár vége felé a kerítésépítő katonáknak vittek gyümölcsöket, egyebeket gazdák, aztán később ugye a városi emberek is érezték annak a szükségességét, hogy kifejezzék azt a szolidaritást és azt a hálát és köszönetet egyébként, amit a határon szolgálatot teljesítő rendőrök, illetve katonák végeznek. Ez egy nagyon fontos feladat, hiszen ők azok, akik védik az országot, védenek minket, mederbe terelik azt a teljesen rendezetlen illegális migrációt, ugye, amivel ma szembesül Európa, és hát ehhez a mozgalom, ma már nyugodtan mondhatjuk, hogy országos mozgalomhoz csatlakozott itt a pártyi Fidesz, illetve pártyon számtalan civil szervezet, az önkormányzat, nyugodtan mondhatom, hogy a pártyi emberek ezen a módon fejezik ki a szolidaritásukat és a köszönetüket. Milyen jelentősége lehet ennek az akciónak, hiszen azért a katonák, valamint a rendőrök megkapják azokat az eszközöket, amivel ők hatékonyan tudnak dolgozni. Miért fontos az, hogy a társadalom összefogjon, és hogy ők is valamilyen eszközzel segítsék ezt a feladatot? Mindannyian tudjuk, hogy milyen sokat jelent az anyagiakon túl általában az erkölcsi elismerés. Azoknak, akik ott a határon vannak, egészen más érzéssel tudják a szolgálatukat ellátni, ha azt érzik, hogy az ország mögöttük áll. Senki nem gondolja, hogy az itt összegyűjtött néhány tízezer vagy százezer forint fogja megoldani az ő élelmezésüket, vagy a vitamin szükségletüket. Amiről szó van, az, hogy valamiféle ilyen élelmiszer, vagy üdítőital csomag lesz összeállítva ebből a pénzből, meglátjuk, hogy mennyi fog összejönni. Én így hallottam a szervezőktől, hogy ez a terv, és ezt eljuttatják a rendőreinknek, katonáinknak, akik érzik azt, hogy a hátország mögöttük van, azt, hogy az emberek számára is fontos ez, és ezzel a, nyugodtan mondom, jelképes gesztussal és ki tudják fejezni ezt a támogatást. Lelkileg számukra megterhelő az a feladat, amit elvégeznek? Főleg amikor szeptember 15-én létrejött a teljes határzár a déli szakaszon, akkor a sajtóban elég sokat kritizálták a rendőrséget, valamint a hadsereget. Hát általában inkább azt kell mondanom, hogy a külföldi sajtóban volt erősebb ez a kritika. Én azt hiszem, hogy akik ott a szolgálatot teljesítették, nem lehetett egy könnyű feladat. Erre persze ők ki vannak képezve, de hát azért ez úgy szokott lenni, hogyha egy támadás ér rendőrséget, egy támadás ér bármiféle rendfenntartó erőt, akkor az megvédi saját magát, és elvégzi azt a feladatot, amit rábíztak. Jelesül itt ráadásul az ország határát kellett megvédeni, és itt nem arról volt szó, hogy akár ott röszkénél is ne engedték volna be a migránsokat. Megvolt annak a megfelelő módja, ahogy egy határon át lehet lépni, regisztráció, új lenyomat, unalomig ismert már mindez. Ezek azok az emberek támadtak a rendőrségre, és támadták meg Magyarország határát, támadták meg Magyarország szuverenitását, ha úgy tetszik, akik mindez alól ki akarták vonni magukat. Nyilván, hogy ez megengedhetetlen, hozzá kell tenni, hogy hát azóta pontosan tudjuk, és előtte is, azóta is számtalan ilyen eset történt. A rendőreink, katonáink számára az igazán nagyon nehezen, lelkileg nehezen viselhető feladat a mindennapok visszatérő 4-5-6 ezeres migráns áradata, és ahogy minket is megérint, nézőket, amikor gyerekek, családok, ha úgy tetszik, menekülnek vagy jönnek Európába, ez nyilván nagyon komoly lelki terhet jelent, hiszen ezek a rendőrök is pontosan ugyanúgy tudják, ahogy mi is,
hogy ezek az emberek nem fogják itt megtalálni a boldogságukat. A hazájuktól elvágták őket, nem lesz megfelelő munkahely, ilyen tömegben integrálódni sem tudnak, tehát szomorú nézni ezeket a fejleményeket, és azt gondolom, hogy mindannyiunknak az a feladata, az a kötelessége magyaroknak, Európának, a világnak, hogy az otthonukban teremtsünk rendet, teremtsük meg azt a lehetőséget, hogy az otthonukban, a hazájukban tudjanak ezek az emberek egy boldog és értelmes és biztonságos életet élni, és addig is, ameddig ez a folyamat zajlik, az otthonuk közelében teremtsük meg azokat a feltételeket, amelyek egy emberhez méltó, még hogyha menekült helyzetben is vannak, egy emberhez méltó életet ad nekik, egy élet lehetőségét adja nekik ott a hazájuk környékén, ahonnan az első adandó alkalommal haza is tudnak térni. Úgy gondoltuk, hogy emberfeletti munkát végeznek ezek az emberek, és miértünk teszik. És valahogy ki szerettük volna fejezni a köszönetünket ezeknek az embereknek, és így született meg az ötlet, beszélgettünk róla, és hogy hát gyűjtsünk pénzt, aláírást, vegyünk valami ajándékot, amivel kedveskedhetünk ezeknek az embereknek, elküldjük a csomagot, hogy a pátyi emberek köszönetével. Úgy indult a dolog, hogy a Fidesz-KDNP helyi szervezetei találták ki, és csatlakozott hozzá több helyi egyesület, akik támogatják ezt a dolgot, mert hát ők is úgy gondolják, hogy ez egy jó megmozdulás, hogy kifejezzük a hálánkat ezeknek az embereknek. Hogyha sikeres az akció, és tovább tart ez az emberfeletti munka, akkor még megújítjuk a dolgot. A teljes határszakaszon szükség van rá, mert igen nagy odafigyelést igényel a dolog, és ezek az emberek tényleg étnappal átéve, az építők is étnappal átéve, meg a határőrizetes emberek is étnappal átéve végzik a munkájukat. Tehát nem tudnék olyan pontot mondani, ahol ez kell. Végig az egész szakaszon, én úgy gondolom, mindenki megérdemli. Az egyesületek és a társadalmi szervezetek, akik a faluban működnek, kapcsolatban vagyunk egymással. Tehát egymás között megy a hírcsere egyrészt, másrészt pedig ilyen akciókat egyrészt a falu honlapján is meg tudunk jelentetni, illetve plakátokat rakunk ki, hogy lesz ez az akció, és akit érdekel, az látogasson el ide a CBA elé. Mindig ezen a helyen vagyunk, tehát nem kell külön propagandát a helynek csinálni. Jöjjenek ide, és akit érdekel, vagy aki úgy gondolja, hogy részt venne ebbe az akcióba, azt várjuk szívesen.